megtisztítjuk, és feldaraboljuk a hagymákat. Egy 3 literes edényben a hagymákat körülbelül fél deci olajon, közepes lángon pároljuk. Megtisztítjuk, majd megmossuk a krumplikat. Hosszú szeletekre vágjuk. Levesszük a tűzről a hagymát, és hozzáadunk 4 teáskanál piros paprikát. Összekeverjük, majd beleaprítjuk a paprikát. Beletesszük a krumplit, majd felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. Hozzáadunk egy teáskanál sót, és közepes lángon főzzük. Meleg vízzel megmossuk a kolbászt, mert így könnyen lehúzható, szinte egyben a héja. Utána felszeleteljük. Megmossuk, és felszeleteljük a virsliket. Amikor már félig megfőtt a krumpli, még nem teljesen puha, hozzáadjuk a kolbászt. Miután a kolbász már kicsit megpuhult, hozzáadjuk a virsliket, és készre főzzük. Megmossuk, meghámozzuk, majd karikákra reszeljük az uborkákat. Enyhén megsózzuk. Megtisztítjuk a fokhagymát, kisebb tálba 2 deciliter vizet öntünk, majd hozzáadunk 2 evőkanál ecetet, 2 teáskanál kristálycukrot, és összekeverjük. Hozzáadunk 2 teáskanál sót, és hozzáreszelünk 2 gereszt fokhagymát. Hozzáadunk 1 teáskanál piros paprikát, hozzáadjuk a kissé kinyomkodott uborkákat,